Nagyenyeden található Erdély egyik ikonikus tanintézménye, a Bethlen Gábor Kollégium, amely az idők során a többszörű felgyújtások és pusztítások ellenére hamvaiból főnixmadárként emelkedett fel. A Nagyenyed Bethlen Gábor Kollégium a Nagyenyed főterét uralja, de igazából nem csak Nagyenyednek vagy Fehér megyének az iskolája, hanem Erdély szinte minden vidékéről érkeznek ide diákok. Jelenleg a felújított épület együttesben és korszerűsített épület együttesben 515 diák tanul, és a kollégiumban, a bentlakásban 102-en vannak elhelyezve. Ők azok a diákok, akik távolabbi vidékekről is érkeznek, tehát itt a gyerekzsivaj az nem csak hétközben, hanem hétvégén is adott, ugyanis nagyon sokan a bentlakók közül hétvégén is itt vannak folyamatosan. Mivel nagyon sokat vagyunk, úgymond összezárva, pozitív értelemben persze, rászorulunk egymásra, kell segítsünk egymásnak, lassacskán egy családdá formálódunk, tehát hogyha bárkinek valamilyen baja van, tudja, hogy kihez kell forduljon segítségért, tudja, hogy ki fogja meghallgatni, egyszerűen nagyszerű. A közösség tényleg nagyon jó. Például vannak az iskolán kívüli tevékenységek, vagy éppenséggel a diáktanács, ami összeforja a diákokat és a kapcsolatokat, és olyan társaságokat hozunk létre, amik megmaradnak. Szóval nem konfliktusosak, és nem vitával teliek, hanem mindig jó a hangulat, és mindig élvezzük ezt, amit csinálunk. Színjátszon is, vagy magában a diáktanácson belül. A bentlakók nagy része Erdély több szegletéből érkezik Enyedre, de hogyan kerül valaki egészen messzire otthonától? Elsősorban itt végzett az unokatestvérem, és rengeteget hallottam a kollégiumról, hogy milyen itt, hogy működik az oktatás, és amikor volt a kicsengetése, lehetőségem nyílt eljönni ide szétnézni. Ő is bentlakó volt, úgyhogy meg tudtam mutatni, hogy milyenek a szobák, milyenek a körülmények, és úgy gondolom, hogy egy nagyon pozitív hely. Nekem nagyon megtetszett akkor, és mondtam, hogy na, én ide jövök, kész. Nem csak abból áll az iskolai nap, hogy most bemegyünk, tanulunk és hazamegyünk, hanem bemegyünk, tanulunk ugyebár, de utána még itt maradunk az iskolában, és egy közösséget formálunk, egy olyan közösséget, aminek mindig van egy közös célja és egy közös érték, amit képvisel. A tanulmányokon és a délutáni foglalkozásokon túl a kollégium nagy hangsúlyt fektet a lelkiségre is, hiszen ez a mindenkori kollégium alappillére. Az erdei értelmiséget képezzük ki a jövőnek. És nem mindegy, hogy kapnak-e valami fajta lelkinevelést, vagy sem. Azt látom, hogy az egész világban annak a társadalomnak a lezüllesztése zajlik. És ha itt mi hitelesen felmutatjuk a keresztény értékeket, akkor úgy gondolom, hogy a társadalom szintjén is más lesz a megközelítése. A hitnek, vallásnak, egyháznak így próbálom megszerettetni velük a keresztény hitet, próbálom nekik az Isten útját felmutatni. 2016-ban fejezték be a nagyszabású felújítási munkálatokat, amely egy példaértékű összefogás eredményeként valósulhatott meg. Ez erőt sugároz a szorványban, tehát mi vagyunk az iskola Nagyenyeden, itt vagyunk a város közepén, és mi újultunk meg, tehát azt jelenti, hogy van erő itt a szorványban is. Nagyon-nagyon fontos az, hogy minőségi körülmények között minőségi oktatást tudjunk biztosítani, úgyhogy egyen-egyenként mindenkinek a lelkére oda tudjunk figyelni.